Szabolcs! Kész, kész, nincs. Fölmentem, megnéztem. Nincs tovább. Ha kell, zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek. Ha kell, szívós leszek, mint fának éreg. S a folytonos veszélyben bajban élő vad férfiak fegyvert s hatalmat érő nyugalma nyugtat. És mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága hull rám. Állj egy kicsit. Hát igen, azt hiszem ez most fordult át erőltetett menetbe a mai napon. Szabos, mi erőltetett menetbe? Ez egy kirándulás. Bolond, ki földre rogyván fölkél, s újra lépked. S vándorló fájdalomként mozdít bokát és térdet. De mégis útnak indul, mint akit szárnya mel. S hiába hívja árok, maradni úgysem mer. S ha kérdezed, miért nem, még visszaszól talán, hogy várja őt az asszony, s egy bölcsebb, szép halál. Jó utat! Szevasz! Aj, te! Vigyázz magadra! Itt olyan dolog történt egyetlen egy éjszaka alatt, ami, hogyha az időintervallumot nézzük, akkor talán csak Auschwitzba fordult elő.